Az erővízi közműzé érté 2021-ben 360 millió forint szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíjat fizetett ki. Ez ebben az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A megnőtt árak miatt nehéz helyzetbe került a társaság. 2013 óta a rezsicsökkentett vagy hatósági árból sajnálatos módon ugye nem fogjuk tudni kigazdálkodni, ezért ugye nyilván segítségre van szüksége a társaságnak. Ez két dolog lehet, ugye az egyik a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni részarányában történő befizetés, ugye a másik lehetőség pedig egy állami támogatás, ugye ami az állami támogatás avval jár, hogy ugye a tulajdonos önkormányzatoknak ugye vagyont kell átadni, és ennek fejében kaphatjuk meg a támogatást az áramszámlára. A cég a tulajdonosi körben lévő 51 településén szolgáltat vízellátást és szennyvízelvezetést Tolnamegyében, így Bátaszéken is. Az önkormányzatok tehát döntési kényszerben vannak a tekintetben, áruba bocsássák-e az évek alatt fejlesztett víziközmű vagyont, vagy megpróbálják kigazdálkodni a megnövekedett költségeket. Az önkormányzat ugye a befizetést a saját költségvetésből, saját finanszírozásban tudja megoldani. Ugye az állam meg ugye hozott 2020-ban azt hiszem egy rendeletet, ahol lehetősége van, 21-ben bocsánat, lehetősége van ugye díjmentesen vagy hát ingyenesen a vagyont, a víziközmű vagyont átadni az államnak. Erről a kérdésről tárgyalt már Bátaszékváros önkormányzata is a legutóbbi ülésen. Akkor 9 képviselőből 8-an jelen voltak, és a témában teljesen egyhangú döntés született. Ameddig lehet, keressék meg a megoldást, ami az önkormányzati vagyon helyben tartását szolgálja. Hiányt ez gyakorlatilag a tulajdonosok egy meghatározott számítási elv alapján fizessék meg. Ez Bátaszék esetében 112 millió forintot jelentett volna. Ugye az önkormányzatok sajnos nem állnak abban a helyzetben, a Bátaszéki semmiképpen sem, hogy ezt be tudná fizetni a szolgáltató részére. A másik megoldás az integrációs folyamat lehet. A hatályos víziközmű törvény alapján, ha is amennyiben az ellátásra kötelezett, azaz az önkormányzat nem tudja a víziközmű szolgáltatást bármilyen oknál fogva fenntartani, akkor önkéntesen és ingyenesen átadhatja a víziközmű vagyonát a magyar államnak, és átadhatja azt a tulajdon részét, amit a víziközmű szolgáltató cégben tulajdonol. Ezáltal kvázi megszabadul az ellátási kötelezettségtől az önkormányzat, és a magyar állam lesz köteles biztosítani adott településen a víziközmű szolgáltatást. Hát nagyon nem szeretnénk mi Bátaszékváros önkormányzata részéről azt a mintegy 2,5 milliárdos önkormányzati vagyont és a gazdasági társaságban lévő tulajdon részünket ingyenesen átadni, és gyakorlatilag teljes egészében kikerülni abból a döntési mechanizmusból, ami a víziközmű rendszert illeti. Jelen pillanatban az önkormányzatok felé volt egy tulajdonosi taggyűlés, ahol ugye fölvázoltuk a helyzetet, meg a lehetőségeket. Jelen pillanatban most az van, hogy az önkormányzatok ugye közgyűlés elé viszik ezeket a problémákat, ezeket a kérdéseket, hát és várjuk ugye most jelen pillanatban azt, hogy a közgyűlések az önkormányzatoknál hogy fognak dönteni. Én nem látok bele az önkormányzatok költségvetésébe, ezt igazából ők tudják megmondani, hogy mi fér bele nekik, és mi nem fér bele. A helyzet tehát az, hogy az önkormányzat lehetőségei szerint láthatóan nem képes megfizetni a megnövekedett költségeket. Ugyanakkor az eddigi fejlesztések eredményét és a fejlesztések irányát meghatározó döntések lehetőségét nem szeretnék elengedni. Végleges döntést tehát nem hoztak az ügyben. Ez egy későbbi önkormányzati ülés, vélhetően nehéz és hosszú vitát kiváltó napirendi pontja lesz.